Felülmúlta a várakozásokat a véradói létszám. Kevesebb emberre számítottak, mégis több mint 300-an jöttek el vért adni november 25-én és 26-án a városi véradásra a Flash központba. A városi véradásunk évente háromszor van itt Mosonmagyaróváron, az őszi és a nyári az kétnapos. Mindenkit szeretettel várunk, aki betöltötte a 18. életévét, illetve most már felső határ sincs, tehát nem mondom azt, hogy betöltötte a 65 életévét, és egészségesnek érzi magát. Testsúlya meghaladja az 50 kg-ot. Az első véradóknak lakcímkártyát, személyigazolványt és tajkártyát is magukkal kellett hozniuk. A véradók egy orvosi vizsgálaton vettek részt, a szűrővizsgálat pedig kiterjedt a HIV, a hepatitis B, a hepatitis C, illetve a szifilis kimutatására is. A véradásnak jótékony hatása van a szervezetre. A felmérések szerint ugyanis az évente legalább egyszeri véradással, akár 88%-kal is csökkenthető a szívinfarktus kockázata. A feldolgozás után pedig ugye megmenthetünk vele 3 ember életet, és ez nagyon jó, mert visszajelzés érkezik. Az OVS küld egy SMS-t, hogy kiszállították a vérét, és ez nagyon jó visszacsatolása a véradóknak. Férfiak akár 5-ször, nők maximum 4-szer adhatnak vért évente. A két véradás között pedig minimum 56 napnak kell eltelnie.